Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és itt köszöntöm Bence Ilonát, a Moksa csepp feltalálóját. Egy kicsit másképpen vesszük föl most a filmet, mint ahogyan idáig megszoktuk, és hát egész délelőtt ezzel voltunk elfoglalva, hogy össze tudjuk hozni, hogy fölvegyük itt ezt a filmet, és akkor a Fix TV nézői is, hogy majd láthassák. Nem is tudom, tavaly évben volt először műsorunk a Fix TV-ben, Moksa címmel, és akkor még nem volt meg a legújabb Moksa csepp, csak a 15 évvel ezelőtt megszokott. És sokan megismerték már az országban a cseppet. Legelején még 15 évvel ezelőtt Moksa Elixir néven futott. Nagyon-nagyon sok jó tapasztalat van, de vannak még olyan emberek az országban, gondolom, akik soha nem hallottak még, meg egyáltalán azt sem tudják, hogy mit jelent ez a szó, hogy Moksa. A Moksa az egy szanszkrit szutra. Én annak idején, még olyan 2004 környékén, 2005 környékén olvastam Deepak Chopra-nak a Végzetes Véletlen című könyvét, és ebben a Végzetes Véletlen című könyvben le volt írva a 7 szutra, és az 5. a Moksa. A Moksa azt jelenti, hogy érzelmileg rendben vagyok, harmóniában vagyok, nem dúlnak bennem belül, a belső világomban melodrámák. És ezen kívül még jelenti a felébredést, a megvilágosodást. A megvilágosodás, hogy mit jelent? A legegyszerűbben talán úgy lehetne mondani, hogy bármi történjen a külső világban, mi akkor is harmóniában, egyensúlyban, nyugalomban tudunk maradni. Mert ami a 8000 millió ember belső világában belül van, az valósul meg mindig a Földön kívül is. Egy barátnőmmel ezen vitatkoztam most a hétvégén, hogy ha nyugodtak tudnánk maradni, és harmóniában lennénk, tehát a Moksa állapotában tudnánk állandóan lenni. A Dr. David R. Hawkins, világhírű orvos, pszichiáter, megvilágosodott tanító, a leginkább az Erő kontra erő című művében leírta a tudatossági szinteket, az energiaszinteket, akár tőlünk is, de talán más helyen, Budapesten is meg lehet kapni ezt a könyvet, az Erő kontra erő című könyvet, mert ha ezt elolvassuk, megértjük, fölfogjuk, hogy egyáltalán hogyan épülnek egymással föl az energiaszintek, a tudatossági szintek, akkor ezzel az egy könyvnek csak az elolvasásával és az áttanulmányozásával, és azt, hogy megértjük, hogy milyen itt az élet itt a Földön, hogyan mind kapcsolódnak egymáshoz a dolgok, ezzel az egyetlen egy könyvnek az elolvasásával nagyon-nagyon sokat tud minden ember segíteni saját magán. Az egészségi állapotán, a kapcsolatrendszerén, és bármilyen hihetetlen az anyagi helyzetén is. És mikor már 5 éve megvolt a Moksa Elixir, én akkor kaptam ezt a könyvet, és elolvastam, és be tudtam azonosítani, hogy amit a termék tud, a régebbi, a Moksa Elixir, meg a Moksa csepp, amiben még most a legutóbb 3-szor is fejlesztettem közben, de már a legutóbb 88
rezgés, virág, frekvencia található bennem, ami nem kimutatható, de anyagi szinten alkohol, kicsi alkohol, desztillált víz, C-vitamin, körömvirág kivonat és magnézium szulforikum, magyarul keserű só található benne. Ezek az anyagi összetevők nagyon jók, nagyon hasznosak az emberi egészségre és szervezetre nézve, de az információs korban az információ, a rezgés, a frekvencia az, amivel ebben a nehéz helyzetben is a saját belső világunkat, vagy hogy a nézők is értsék, vagy olyan emberek, akik majd meg fogják nézni még ezt a kis felvételt, hogy az információs korban hatásosan, hatékonyan, nyilván az információval, a finom energiákkal tudjuk a belső világunkat, mert hát ezt minden néző tudja, hogy az ember az nem csak egy fizikai test, hanem test, lélek és szellem vagyunk. Tehát ez a hármasság, ebből tevődik össze egy ember, és a moksával a lelkünkre lehet mellékhatásmentesen hatni. Mert igen, van, amikor van egy méhen kívüli terhesség, azt meg kell operálni, vagy eltörik a kezünk, be kell gipszelni, vagy nagyon-nagyon sok olyan akut helyzet van, egy hátsófali szívinfarktusnál nem moksát kell szedni, hanem be kell, hogy vigye a rohamentő az embert a kórházba, és azonnali hagyományos orvosi segítséget kell, hogy kapjon. De az a több ezer krónikus betegség, ami létezik a világban, meg a szegénység, meg a rossz indulat, meg az egymással való idegeskedés, meg nem tiszteletteljes bánásmód, az mind abból adódik, hogy a lelkünk nincsen finomra hangolva. Igen, igen, ez pontosan így van, így gondolom én is. Viszont szeretném megkérdezni, hogy az első moksa csepp hogyan fejti ki a hatását, mert lehet, hogy sokan nem ismerik, pedig már 15 éve, ha jól tudom, akkor lehet fogyasztani és vásárolni. Így tehát van. Az, hogy fejti ki a hatását, és a következő pedig az új termék, hogy miért fejlesztetted azt ki, és az hogyan segít nekünk. Még azért nem hagyom magamon, még visszamegyek oda, hogy a bevezető, ugye, hogy mi ez a moksa, mik ezek a tudatossági szintek, mik ezek az energiaszintek, és ez a nem megfogható, nem látható világ hogyan tud az emberre nagyon nagy hatással lenni. Mert ez nagyon fontos, hogy ezt nagyon sok ember meg tudja érteni. És ugye ajánlottam az Erő kontra Erő című könyvet, hogy ezt minél több ember olvassa el. Magyarul is megjelent, és ezen kívül még legalább 30 nyelven megjelent a Földön. És a 700-as energiaszint a moksa. Tehát a 700-as az, amikor, ha el tudnák oda érni, de az a megvilágosodás, az a felébredés, az a tudatosságnak egy olyan csúcsa, ami... Ha valaki nem esne ki ebből az állapotból, hanem folyamatosan ott tudna tartózkodni, akkor merem azt mondani 15 évi tapasztalat és megfigyelés után, hogy nagyon-nagyon lassan öregedne az a személy, aki ennyire tudatos tud lenni. A betegségek elkerülnék, mert egyszerűen... egészségesnek születünk általában, és mindenféle betegség is csak ettől a harmóniától, ettől az egyensúlytól való eltérés. És mindnyájan gazdagok lennénk, bőségben élnénk, mert 500-as energiaszint fölött nem létezik szegénység. Tehát az egész Földön is bőség lehetne, ha a Föld lakossága ezt az egyetlen egy könyvet hajlandó lenne elolvasni, az első 60-70-80 oldal nem annyira könnyű, de utána, amikor már a
különböző tudatossági szintekről, a szégyenről, a bűntudatról, a bánat, a gyász, a csalódás, a vesztességről, a félelemről, a vágyakozásról, a dő, a harag után, az már egy nagyobb energia, az már egy magasabb szinten van, vagy a büszkeségről szólnak a különböző fejezetek, akkor már nagyon-nagyon olvasmányossá válik, és akkor már el tudja magát minden olvasó is helyezni, hogy ő körülbelül milyen energia szinten, milyen tudatossági szinten van, és ha elkezdi fogyasztani a cseppet, a moksát hozzá, az nagyon nagyban segít abban, hogy mondjuk a félelem szintjéről valaki föl tudja jönni a kettő, a félelem a százas, a 200-as a bátorság szintje. És azért mindnyájunknak szinte a bátorság szintje fölött kellene lenni, mert ha föl tudunk kerülni, föl tudjuk magunkat hozni, de ehhez nem is kellene, nem lenne muszáj moksát fogyasztani, ezt nagyon-nagyon odafigyeléssel és rengeteg meditációval, és ha lennének nagyon jó közösségek, élő közösségek, nem online közösségek, hanem élő közösségek, ahol értő emberek egymást tudják segíteni, támogatni, és tényleg valóban a szeretet meg a feltétel nélküli szeretet vezérli őket, akkor meg lehetne csinálni a készítmény nélkül is. De én azt tapasztaltam mondjuk az elmúlt 10 évben, hogy moksával sokkal-sokkal könnyebb magunkat fölvinni ezen a spirálon, és a külső körülményektől függetlenül. Tehát én 15 évvel ezelőtt is, mikor az első üveggel elkészítettem, akkor is az volt a célom, hogy az emberiség 1%-ához eljussunk vele, mert ha az emberiség 1%-a másképpen működik, másképpen tudja megélni a mindennapokat, akkor a fönnmaradó 99%-ra is ez, mivel egy láthatatlan szállal minden és mindenki össze van kötve, ezért, ha a saját belső világunkat, lelkünket nyugodtra tudjuk hangolni, akkor mindezek a problémák talán egy pár hónap alatt is, tehát egy pár hónap alatt is átfordulhatnak, és most hétvégén voltam egy körúton az országban, és egy barátnőmnek mondtam, meg az ő barátjának, hogy közösen az időjárást is tudjuk befolyásolni. És kinevettek, de én mondtam nekik, hogy én nagyon tudatos emberekkel, moksásokkal, mivel összefogtunk és összeadódtak ezek az energiák, ez a mentális jó szándék, és úgy teremteni, hogy mindnyájunknak egyformán jó legyen, és kétszer is meg tudtuk csinálni. Egyszer Svájcban voltunk, az lett volna jó nekünk, ha nem esik az eső, és akkor egy 20 perces meditációval 4 napra el tudtuk állítani az esőt. Utána pedig Budapesten volt egy nagy rendezvényünk, és akkor is nagyon esett az eső, és akkor is ugyanazt kellett tudnunk megtenni, hogy ne essen az eső, és szintén összekapcsoltuk az energiáinkat, és egy napra kértük, hogy álljon el az eső, de olyan villámlás, dörgés volt, szakadt az eső, előtte is már 3 napja, és azt kértük, hogy most álljon el az eső, és 6 órakor végzünk, utána, ha a nagy egésznek úgy jó, akkor nyugodtan esett tovább. És valóban így történt, ahogyan több ember energiája összekapcsolódott, és de tudatos emberek voltak, tehát olyanok, akik értik ezeket az összefüggéseket, körülbelül 15 perc alatt elállt teljesen az eső, kisütött a nap, megcsináltuk a nagy rendezvényt, és utána újból elkezdett esni az eső. Hát igen, ezek nagyon-nagyon érdekes dolgok, viszont ha az ember belegondol abban, hogy most
mi van a világban, és hogyan befolyásolnak bennünket. Egyszerűen megmondják azt, hogy most mitől féljél. És ugye, ha minél többen azt csináljuk, hogy most hú, most jön a, nincs, nem lesz gáz, nem lesz villany, tehát akkor ezt vonzunk be, mert amire, aminek energiát adunk, azt kapjuk meg. Gyakorlatilag, ha az emberek egy kicsit tudatosabbá tudnának válni, és kicsit elhatárolódni, kevesebb tévét nézni, kevesebb híreket, és a saját környezetüket kezdenék szépen rendbe rakni, először természetesen mindenki saját magát, szükebb környezetét, családját, és beszélni. Nézzük meg azt, hogy na most mi van körülöttem. És nem mindig azt elhinni, amit mondanak. Mert az a cél, hogy most mindenki féljen. Hát igen. Sajnos. Igen. Ez így igaz, ez így igaz. Talán az lenne a legfontosabb, hogy azt találjuk ki, hogy ennek ellenére hogyan tudunk mégis működni. Igen. Mindenféle szempontból, hogy hogyan tudunk működni, és talán mindenféle médiában és újságban, az iskolákban és az oktatási intézményekben is oda kellene helyezni a hangsúlyt, hogy hogyan találjuk meg a megoldást. Igen. Tehát minden önnen a megoldás, hogy mi a megoldás. Csak a megoldás annyira hihetetlen, és annyira egyszerű, hogy ezen talán nem lehet sok profitot termelni, és meg sok az ellenérdekeltség, mert a megoldás nagyon egyszerű. És az egyszerű dolgok ebben a túl bonyolított világban nem biztos, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy sok dolgot egyszerűen meg tudjunk oldani. De az a jó hír, hogy úgy dönthetünk, hogy a tudatossági skálán magunkat visszük föl, és hogyha magunkat visszük föl, akkor mivel egy láthatatlan szállal minden és mindenki össze van kötve, akkor megtörténik majd, magától meg fog történni a nagy váltás, hogy az oktatási intézményekben, meg a médiákban is nem a félelemkeltés lesz, meg nem a rossz dolgokról lesz szó, hanem arról lesz szó, hogy mi a megoldás. A fix tévé mondjuk kivétel, mert egy olyan tévé, ahol a megoldásokról is folyamatosan szó van. No, és kérdezted, hogy a régi moksa. A régi moksa 88 virágrezgést információt tartalmazott, és azt tapasztaltuk, hogy akinek valamilyen komoly, nagyon komoly problémája van, nyilván nem csak attól, hanem a hagyományos orvoslási lehetőségeket is igénybe véve, de egy kiegészítő alternatív lehetőségként még egy nagyon-nagyon sok súlyos állapot is meg tud fordulni. Tehát a régiről ezt tudnám a legjobban mondani, hogy egy komplex információs készítmény, és a 15 év alatt tényleg számtalanszor, nagyon-nagyon sokszor megtapasztaltuk, hogy akinek egészségügyi problémája van, és a hagyományos orvoslást is igénybe veszi, és mellé teszi még a mokság, mint a lelkének a rendbetevőjét, hogy még egyszer, meg azok a több generációs negatív szellemi minták is, amik a krónikus állapotainkat, meg betegségeinket okozzák, meg a szegénységünket okozzák, hogyha hiányra hangolódunk állandóan, vagy azt, hogy házsátos valaki, vagy hogy irigy, vagy hogy féltékeny, vagy hogy nagyon rosszban van még a legközelebbiekkel is. Ezt a gyógyszerek, a hagyományos gyógyszerek nem tudják orvosolni, hanem ez az elmúlt 2,5 év ennek pont az ellenkezőjéről szólt. Még azokat a tudatos embereket is, akik már elindultak egy úton, meg akik már értik az összefüggéseket, még őket is inkább csak nagyon levitte az elmúlt 2,5 év. És olyan január körül jutott eszembe, hogy kellene csinálni egy olyan komplexet, ami időben visszafele nem tud menni, mert az eredetinek az a
előnye, hogy még időben visszafele is tud menni, de hátránya, hogy nagyon hosszú ideig igen. kell fogyasztani, mire valaki egy tartós változáshoz el tud jutni. Ezért gondoltam, ja, és van átmeneti rosszabbodás is az eredetinél. Igen. És ettől sok fogyasztó megijed. Mert igaz, hogy mi csináltunk egy moksa iskolát, egy moksa kertet, meg egy moksa túrát, meg rengeteg lehetőség van ahhoz, hogy valaki tájékozódjon, meg képbe kerüljön, meg tényleg elinduljon a változás útján. De azt tapasztaltam, hogy az emberek zöme nem annyira elhivatott, hogy olyan nagyon sok mindennek utána járjon, megtanuljon, megcsináljon, hanem a tömegek inkább nem tudatosodtak az elmúlt 2,5 évben, hanem sajnos önmagukhoz képest ezen a képzeletből is spirálon még inkább lefele mentek, vagy csúnyán mondhatnám úgy is, hogy lezuhantak. És ezért gondoltam azt, hogy most egy olyan komplexet kell csinálni, amiben nincsen átmeneti rosszabbodás, sőt, ha valaki elkezdi fogyasztani, akkor már aznap, vagy már másnap érzi azt, hogy ő önmagához képest sokkal jobban van. Előbb csináltam egy nagyon durvát, de aztán utólag megtaláltuk annak is a módját, hogy az mire jó. És utána újabb kísérletezgetésnél megszületett ez a legújabb moksa csepp, amit aztán teszteltem én és te is, és már nagyon sok tapasztalatunk van, nagyon-nagyon sok ember. Valóban nincsen átmeneti rosszabbodás, és valóban már, ahogyan valaki betesz 10 cseppet 1 deci vízbe, már aznap vagy másnap tudja érezni, hogy ő nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb. Mindegy, hogy kívül minden a feje tetejére áll is, de akkor is ő megtalálja a maga belső lelki békéjét. Mert ugye a 700-as energiaszint, az a megvilágosodás, felébredés, és hát amit a Földön el lehet érni, gyakorlatilag az a legmagasabb minőség. A 600-as energiaszint, az pedig a békének az energiája, és ezt kellene most elérnünk. Tehát nagyon sokáig, évekig dolgoztam úgy, hogy a szeretet 4 minősége, nagyon sokat tanítottam az embereket, hogy a mindennapokban, akár egy rendrakáson keresztül, vagy egy kertészkedésen, vagy bármin keresztül, hogyan lehet tartósan abban az állapotban lenni, akkor utána vagy 2-3 évig a feltétel nélküli szeretet, az 40 egységgel följebb van, és az körülbelül, ha nem foglalkozunk ilyen dolgokkal, akkor egy átlagos emberi életet 5 egységért élünk le. Tehát születéstől halálig 8 életnyit kell ahhoz leélni, hogy a szeretet szintjéről az 540-es feltétel nélküli szeretet szintjére fölérjünk. Tehát 8 élet. Na most moksa fogyasztással ezt sokkal gyorsabban el lehet érni. No, és most megcsináltam ezt, ami egy ilyen célzott, mondjuk szép igen, szóval. Igen, szerettem volna kérdezni, igen, hogy kinek ajánljuk ezt? Ezt a megvilágosodott embereken kívül valamennyi van azért a Földön, igen. De szinte mindenki másnak. Mert én magam, aki kineziológiai tesztelése, ki lehet tesztelni, hogy az ember átlagosan milyen magasan van, milyen tudatossági szinten van, és azért én az elmúlt mondjuk 7-8 évben, 10 évben általában az 500-as szint fölött voltam átlagban. Nem mondom, hogy nem esek le, mert én is nagyon le tudok esni, de észreveszem és fölsegítem magamat, mikor észrevettem. Tehát átlagban az 500-as fölött voltam, és talán, és most ez lenne a célom, hogy én magam is, bármi történik kívül, hogy a 600-as, a béke, a nyugalom,
energia szintjére tudjak följutni, mert annak az a haszna, hát az, hogy az embernek nincs anyagi gondja, az tény, mert már 500-as fölött sincs az embernek anyagi gondja, mert mindent mi teremtünk meg itt ebbe az anyagi világban, és hogyha kiegyensúlyozottak, harmonikusak vagyunk, akkor a teremtés is nagyon megy. És akkor egy idő után az a baj, hogy már túl sok minden vesz körül. Igen. Mert ha az ember egy kicsit gyűjtögetős, akkor hamar a fejére nőnek ezek a tárgyak, dolgok. No, én szerintem most túlléptük az időt. Túlléptük az időt, akkor szeretném megköszönni a kedves nézőknek, hogy követnek bennünket, és a következő adásba folytatjuk. Köszönöm Ilonának, hogy elfáradt hozzánk. Én is köszönöm. Viszontlátásra.